Sophie, Leo Brauerról annyit kell tudni, hogy ő 20. századi gitáros. Nem is tudom, hogy élem, szerintem már nem él az öreg. Úgynevezett, hát a 70-es években, 60-as, 70-es években ezt a gyakorlatilag kortárs gitárzenének mondták. Tulajdonképpen ilyen a két világ... Mi történik? Judo edzés van? Folyos. Tehát, hogy igazából a két világ között lebegett már ez a típusú muzsikálás a gitáron, a jazz és a klasszikus zene között, mert hogy a klasszikus muzsikusok is ugye, gondoljunk csak Debussyre és társaira, illetve Stravinsky, aki ugye egészen más vonalon indult el, hogy feszegették a határokat, hogy mi fér még bele. És aztán ez a gitárra is természetesen átjött, úgyhogy ez nagyon érdekes hangzású muzsika. Én nagyon szerettem a Leo Brauert, meg szerintem Sophie is, mert amikor először talán játszottunk, akkor úgy te is belemelted a fejed, hogy hú, de fura és milyen jó hangzású muzsika ez. Úgyhogy Leo Brauer, nem tudom, hanyas etüdje, a nem tudom, hanyas etüdje következik. Egyébként csak azért mondom, hogy nem tudom, hanyas, mert minden nagy gitárosnak van úgynevezett etüdj sorozata, és ezekben valaki írt 60-at, valaki csak 20-at, a Leo Brauer azt hiszem ő is írt, vagy 50-et. Tehát, hogy ezeknek úgy biztos van címe, hogy nem tudom én, Allegro, Kurururu, de hát ezeket nem tudom megjegyezni a 400-ot. Úgyhogy Sophie-kát halljuk, Leo Brauer, nem tudom, hanyas etüdjével. És úgy lehetett bemenni a próbára, hogy egy gyönyörű szép kis bőr, kézzel varrott bőr szütyő itt volt a kottóállványon. És annak olyan jelzését, hogy annyira szép volt, hogy nem lehetett nem észrevenni. És az első próbában megkérdeztem, hogy ez miért van ott? Azt mondta, hogy abba kell a momirodat belerakni. Hát jó van ez a zsebemben, tedd bele.
mondták az öregebb zenészek, mert hogy azt megnézik. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen állásban, ha valakinek megszólal a telefonja egy 50 fő zenekarba, tehát tulajdonképpen már másnap nem kell bemennie dolgozni. Tehát olyan, a dirigensek olyan szinten veszik ezt sértésnek és hát muszáj kimondani pofátlanságnak, hogy azonnal azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor a szünet után a magácskára nem számítunk. Nagyon-nagyon komoly messzik. A következő dolog, hát eljött a pillanat, Bach, ugyebár. Bachról annyit kell tudni, Johann Sebastian Bach, mindenkinek ismerős ez a név, ő nem volt gitáros, nem is írt gitárra, viszont annyira tisztelték ugye ezt a szerzőt, hogy egy csomó gitárát írt megjelent. Annyit kell tudni Bachról, hogy volt egy csomó gyereke, és olyan még apukának is nagyon jó volt, mert mindent megtanított a zenélni. A két fia is nagy muzsikus lett, de mindegyik tudott muzsikálni, úgyhogy apukának is jó volt, zeneszerzőnek is jó volt. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy a Tamás templomnak volt hosszú évekig a vezető kirurgusa, ami annyit jelent, hogy tulajdonképpen most úgy tudnám megmondani, hogy Orbán Viktor alatt egyen. Most. Nyilván nem politizálok, csak hogy a nagyságrendeket érzékeljük. Nagyon komoly hatása volt akkor az egyháznak ugye a társadalmi életre, és Bach a Tamás templomnak volt a vezető, a zenei vezető, kirúgó, és gyakorlatilag, hogyha valaki írt valamit, akkor ha beengedte Bach, hogy hát jól hozzá el, és mutassa már meg ezt a szerzeményét, akkor az már egy óriási nagy kegyelem volt Bach részéről. Nagyon sok olyan fennmaradt róla, hogy nem játszott bele ezekben, amit a fiatalok hoztak, hogy akkor tessék, akkor hogy írtam, és akkor tessék meghallom, és nem játszott bele, hanem csak nézte a klottát, és azt mondta, hogy azok nem jó. Vigyel az. Tehát, hogy nem játszott, olyan szinten volt a belső hallása, egy zseni volt. Én azt gondolom, hogy Bachot játszani gitáron, szóval is egy mondás, ugye szoktuk mondani, hogy ne nevezd meg a gitárosoknak addig, amíg nem játszottál Bachot. Én nagyon sokáig ellenkeztem ezzel a mondattal, mert hogy én már játszottam rockzenét, és nem tudom, ment a hosszú vagy meg a tűvételi és a gitáron, és akkor egyszer egy klasszikus zenész barátom mondta, hogy játszottál már Bachot? Hát mondom, nem olyan túl sokat. Na hát azt mondom, akkor nem is vagy gitáros. Nyilván megsértődtem, attól, hogy kikérem magamnak, mert nem tudom, hogy le tudom fogni a izét, meg a hozét. És akkor aztán elkezdtem komolyabban foglalkozni Bachot, és rájöttem, hogy ez a mondás igaz. Olyan szintű koordináció és olyan precíz, pontos muzsika azóta se született. Tehát, hogy az elképesztő, hogy alakított, és borzasztó termékeny volt, a mai napig kutatják, hogy hogyan francba lehetett ennyi dolgozni. Hát a 24 óra, és 24 óra volt, de eddig vagyunk Bach-rajzi, minden hangszerre, és nem tudom én. Úgyhogy Bach Émor úrjel fogjuk hallani. Ez egy tánc, egyébként volt a barokk világban tánc sorozatok, és annak az egyik tétele a úrré, amikor, hát úrré, Émor úrré. Hajjá, szépen.
tulajdonképpen Bach, Émod, Rubáját hallottuk,